Védési hatékonyság rendben volt ma is? Meg volt, igen, egy jó érzésem vagyunk túl. Igazából átvettük a pontugás védekezés támadás, hogy szeretnénk. Itt meg a végén volt egy kis kapuövés, úgyhogy jól zártuk a napot. Ti kapusok elsősorban ilyenkor így első bajnoki forduló előtt mire készültök, hogyan készültök az utolsó napokban? Hát mindenféleképpen próbáljuk mentálisan fejben összerakni magunkat, az, hogy kész legyünk teljesen a, az ellenfélből, de ezt mondhatom így általánosságban minden mérkőzés előtt. Itt a felkészülés végén ugye fontos az, hogy mennyire leszünk frissek, ez személy szerint is, meg a csapatra is igaz, Úgyhogy reméljük, hogy, hogy ez a hét a frissességre és a gyorságról szólt, és akkor ez be fog épülni szombatig. Új taggal bővült a kapus szekció jó kis társágát össze egy kapus szempontból, én azt gondolom, úgyhogy reméljük, hogy ez gyümölcsöző is lesz. Beszéljünk a Kaposvár elleni tavaszi idén nyitó mérkőzésről, idegenbe utazunk. Idehaza a 2 0 ra vertük őket ősszel, mire kell majd figyelni? Mondhatom azt, hogy a kaposvár az életéért küzd, hazai pályán biztos, hogy mindent meg fog tenni a győzelmért. Nekünk meg egy nagyon okos és szervezett játékot kell mutatnunk. Tudjuk azt, hogy mit szeretnénk csinálni, tudjuk azt, hogy hol tudjuk megverni a kaposvárt, de ezt véghez is kell vinni a pályán.